Köszönöm szépen, én is mindenkit köszöntök. Ma egy nagyon fontos projektet fogunk megismerni, ez pedig a Holocaust Photo, vagy holocaustphoto.hu. Az est első részében Lénárt András, történész, a HDK munkatársa, és egyetemünk óraadó oktatója fog előadni, bemutatja nekünk a gyűjtemény használatát, valamint mesél egy kicsit a gyűjtemény életre hívásáról. És második előadónk Basics Beatrix, művészettörténész, szintén együtt dolgozunk, ő is óraadó oktató az egyetemen, és ő pedig a képekről fog beszélni, és a képek felhasználhatóságáról. És meg is kérném Lénárt Andrást, hogy kezdje meg előadását. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást a szervezőknek, és az elején pár szóban bemutatnám magamat, illetve azt, hogy hogy alakult ennek a projektnek a sorsa, a holocaustphoto.hu-nak a sorsa, hol tartunk most. Ez lenne a fő témánk, ugye? Ha jól tudom, akkor ilyen 40 perc áll nagyjából a rendelkezésemre, legalábbis én kb. Így lőttem be, de ha kicsúszunk, akkor majd szóljatok, hogyha már látszik, hogy nagyon elment az idő. Akkor az előjáróban én történész, szociológus végzettségű ember vagyok, az ELTE-n végeztem, és utána az 1956-os intézet, kutatóintézetbe kerültem. Ez a történészek és szociológusokat foglalkoztató intézet döntően az 56-os forradalommal, de igazából az egész 20. század történelmével foglalkozott, amíg lehetséges volt. Most már így nem létezik, de alapítványi formában még megvagyunk, és még igyekszünk minden évben valamilyen kiadványon közösen dolgozni. Körülbelül 10 vagy 8-10 évvel ezelőtt volt egy olyan projektünk, ami a Kádár rendszer, vagy legalábbis a 45 utáni rendszerben a jobboldali hagyományra fókuszált, hogy a jobboldali gondolkodás, ennek mindenféle formája mennyire tudott létezni, milyen búvópatak módján maradt meg és tört fel a 80-as évektől, de leginkább ugye a rendszerváltás után, és ennek egyik kutatása során én nyilas csoportokkal foglalkoztam, döntően a 14. kerületi budapesti zuglói nyilas csoporttal, annak a csoportnak a történetével, amelyiket perbe fogtak a 60-as években, és erről írogattam, és tulajdonképpen aztán már különböző zsidó témákban kezdtem kutatni, ezek különféle tanulmányokban jelentek meg, és így lépésenként kerültem közelebb a II. Világháború, illetve a zsidó üldözés és a holokauszt témájához. Előjáróban, tehát akkor ennyit akartam magamról, hogy kell, igen, felmerül a kérdés, hogy amikor a holokauszt ennyire közismert témává vált, rengeteg kutatás, kutatóintézet és különböző múzeumok és honlapok foglalkoznak a zsidóüldözés tematikájával, nagyon szerteágazó módon, akkor kell-e még egy honlap, ami megint csak ezt a témát veszi elő, és erre hát a rövid válasz az, hogy miért ne, szóval kell, de leginkább azért tartottuk szükségesnek munkatársaimmal egy ilyen honlapnak a megszervezését és a projekt elindítását, mert arra figyeltünk föl, hogy ha bár elég kevés fotó maradt föl abból, hogy direkt milyen üldözés ért a Magyarországon a 30-as, 40-es években a zsidókat, mégis ezek nincsenek összeszedve, azt se tudjuk, hogy hány darab van, és hogy talán ezt már időszerű volna valakinek elvégezni ezt a munkát, és erre most a jelen helyzetben, mert a 21. században talán a legjobb, hogyha egy honlapot szentelünk ennek, és utána majd meglátjuk, hogy ez mivé növi ki magát, milyen leágazások lesznek. Tehát a másik az volt, hogy fotók visszatérő módon szerepelnek bizonyos altémákban dolgokról, de talán mást is lehetne felhozni, hogyha a magyarországi holokauszt vizuális emlékét próbáljuk bemutatni. Hát elsősorban ezt úgy gondoljuk, hogy állami feladat volna,
vagy úgy gondoltuk, amikor elkezdtünk ezen gondolkodni körülbelül 3 éve, de hát nem találunk ilyen honlapot, részeredmények természetesen vannak, és online formában is hozzáférhető fotók, film, korabeli híradófilmek, feldolgozások, oktatási anyagok, de ami így az egésznek ami az egészet ennek az összképét bemutatná, mármint most konkrétan a fotó ábrázolásokat, feldolgozásokat, olyan nincs. És mivel ez azért véges számú kép, erről majd beszélek később, tehát 100-as nagyságrend, esetleg 1000-es nagyságrend, ezért ez megtehető. Tehát ami a hátránya az, hogy nem egy állandóan fejlődő és dinamikusan növekvő honlapot kell elképzelni, ahova újabb és újabb fotók érkeznek, viszont megcélozható az, ami kevés esetben, hogy akkor az összes minden, ami ide köthető, persze ehhez definiálni kell, hogy mit tekintünk gyűjtési területnek, mi az, hogy holokauszt fotó. És mivel ez egy véges szám, ezért hát ebből így piaci alapon biztos nem lehet megélni, tehát nem lehet egy olyan honlapot fönntartani, ami mit tudom, reklámtevékenység, reklámokkal, vagy bármivel önellátó, tehát ehhez kell egy szervezet, minimum egy civil szervezet, vagy még inkább, mint mondtam, egy valami állami jellegű. Van is néhány ilyen Magyarországon, vagy egyházi, de hát ez még nem valósult meg, legalábbis eddig. Akkor most talán ugorhatna, ja, én tudom kezelni, az bocsánat a diákat. Tehát az első kérdés, ami kell ilyen holnap, azt válaszoltam, illetve válaszoltuk, hogy kell. És igen, itt hozzuk össze a képeket. Ez egy ilyen szlogán volt, amit igazából aztán később évben kevéssé használtunk. Most tovább is megyek. Igen, az előzménye a projektnek személyes kapcsolatok. Tehát egyrészt próbáltam mondani, hogy milyen korábbi kutatások, az én saját történelmi érdeklődésem, hogy jutott el odáig, hogy a holokauszttal foglalkozzam, de hát voltak itt személyes kapcsolatok is, illetve ilyen olyan programok, olyan történeti alapú programok, amit nevezhetünk most divatos szóhasználat a public history-nak, tehát hogy ahol nem csak leírunk valamit tanulmányszerűen, hanem igyekszünk bevonni másokat is, a civileket, illetve a nagyobb hát közönséget, például a városlakókat. És ennek az előzménye két rendezvény volt, az egyik, ami 2011-ben indult, a Budapest 100, és a másik, ami talán legalább olyan fontos, illetve hát híressé válhatott, az a Csillagos Házak projekt, ami egy fél éves menet volt 2014 elejétől. Mind a kettőt a CEU archívuma, az OSA archívum, a Nyílt Társadalom archívum szervezte, és én mind a két projektben egy ilyen, hát igen, egy szervezőként, honlapszerkesztőként és programszervezőként vettem részt. Mindegyiket sikeresnek ítéltük. A Budapest 100-ból utána később az OSA archívum háttérbe vonult, de azért helyet biztosítanak a programoknak, vagy a programszervezésnek. A Csillagos Házak projekt az meg eleve egy ilyen rövid időtartamú dolog volt. Ettől függetlenül a honlap létezik, és most is értékes dokumentumok és adatok vannak fönn, és mint mondtam, mind a kettő nagyban támaszkodott a közönség aktív közreműködésére. Ezeket most nem beszélek hosszabban erről, inkább a program gazdát említem meg, pontosabban az ötlet adót, Tamási Miklóst, aki akkoriban még az OSA-ban dolgozott, de azóta pont 2011-től kezdte a fortepan.hu fénykép megosztó szájt szerkesztését, ami hát valószínűleg mindenki ismeri, dinamikusan nő, egy ilyen évi 15 ezer fotó kerül föl, szabadon felhasználható módon, és mindenki, hát mondhatni, szóval mindenféle felületeken felbukkannak ezek a képek, mert jó minőségek és szabadon felhasználható. Erről sem fogok most hosszabban beszélni, de ezek a személyes kapcsolatok nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy elindítsuk a holokauszt fotóprojektet.
remélem, hogy egyébként a közönség, ami nem túl számos, de azért mégis vagyunk 10, tehát ők ismeritek, vagy ismerik ezt a rossz irányba mentem. Igen. Oké. Fortepán szabadon felhasználható és közösségen alapuló fotógyűjtemény, most jelenleg 150 ezer kép van fönt. Ezek a, nekünk is, de mi is ezeket a jelszavakat céloztuk meg, hogy amikor gyűjtünk, akkor ne csak archívumok anyagai, vagy múzeumok anyagai kerüljenek be, hanem magán embereknél lévő képek is apránként. És akkor a közvetlen kiváltó oka a mi kutakodásunknak, vagy honlap előkészítésünknek, az egy a nyilvánosságban megjelenő véleménycikkek, ezek nem túl neves, vagy nem túl ismert helyeken jelentek meg a fényképészeti honlapokon, meg művészeti portálokon, blogokon. Az egyiket az említett Tamási Miklós írta, és erre válaszolt Jalsovszky Katalin, a Nemzeti Múzeum történeti fotógyűjteményének munkatársa, most már visszavonult nyugdíjas munkatársa, akik hát egy teljesen egymástól eltérő szemlélettel közelítenek a fotókhoz, a fotó archiváláshoz, a gyűjtéshez, de mégis az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy szót értettek egymással, és tulajdonképpen az eltérő nézetekből egy ilyen barátkozás, gyümölcsöző együttműködés alakult ki. Ugye az egyik az a hagyományosabb múzeumi felfogás, ahol a fotóknak a begyűjtése, szakszerű tárolása, adatolása folyik, és viszont kisebb hangsúly szerepel a közreadás és az online megmutatása a dolgoknak, a terjesztés az inkább hagyományos formákban, albumokban, képillusztrációként itt-ott, de nem egy ilyen tömeges és nyilvános felületet üzemeltetnek rendszerint a múzeumok. Míg a Miklós-féle felfogás pedig az, hogy rengeteg fotó készült a 20. században, és hogy lehetséges az, hogy ezeknek csak egy töredéke hozzáférhető, mert üzleti hasznot remélnek belőle mondjuk az MTI, vagy más ilyen képgyűjtemények, ahol rengeteg fotó van, és jó esetben képnézegető kis, tehát gyengített minőségben lehet megtekinteni fotókat, de felhasználni aztán végképp nem lehetséges, és ő ezért indította be ezt a non-profit szájtot, ami mindenféle jogi aggodalmak ellenére végül is működik, és egy ilyen közösségi alapot egyre inkább, egyre több fotó van, és egyre nagyobb haszonnal forgatják az emberek. Tehát itt ezt pozitív példaként mutattam. Na most, ami a szervezést illeti ennél a fotószájtnál, azt mondtam, hogy hát állami vagy más szervekre nem nagyon támaszkodtattunk, viszont nekünk meg nem volt egy alapítványunk, vagy egy civil szervezetünk, és nem is szándékoztunk ilyet létrehozni, mert ahhoz lusták voltunk, mert nem tudtuk, hogy ez mire, mennyi idő még működne, vagy mire fut ki. Úgyhogy igyekeztünk partnereket keresni. A Holokauszt Emlékközpont és a Zsidó Múzeum fényképekkel támogatta a projektet, de ilyen szervezési kérdésekben igazából, és később anyagilag is a Mozaik Hub Mircea Csernov jóvoltából, illetve közreműködésekkel, közvetítésével támogatta a kezdeményezésünket. Ugye ez a Joint Distribution Committee-nek a közösségi csoportokat egybeterelő, hát ilyen hábja, ilyen felülete, fóruma, és később a Summa Artium is támogatta a projektünket. Két évvel ezelőtt volt egy pályázati kiírásuk az OSI jóvoltából, az Open Society Institute, ugye sajnos már Berlinben üzemel szintén, tehát innen volt anyagi fedezetünk ehhez. És a probléma, amivel szembesültünk, az nekünk merőben szokatlan volt, mert sok mindenhez hozzászoktunk eddigi tevékenységeink során, de azt, hogy itt
ilyen kérdésekre kéne válaszolni, mint hogy milyen változást hoz a honlap, mi lesz a hatása, és hogy lehet fenntartani hosszú távon, ami egy civil szervezetnél alapítványoknak hát nagyon fontos kérdés, és pályázatoknál is ezt ki kell domborítani, ez nekünk szinte meghaladta a tudásunkat, tehát ugye ezért is nagyon fontos volt, hogy a JDC, vagy a Mozaik Hub illetékesei segítsenek, hogy tovább gondolkodjunk, és ez el is indult, egy ponton megakadt 2019 első felében, de aztán sikeresen tudtunk tovább haladni. Hogy egy pillanatra még időben visszaugrok, tehát ez mondjuk a szervezeti rész, mert egy ilyen népfrontos hozzáállást igyekeztünk megvalósítani. Tudjuk, hogy a magyarországi holokauszt kutatás az hát konfliktusoktól terhes az elmúlt 30 évben, mindenki mindenkinek a barátja, de egyben a farkasa is, és ezért próbáltunk egy olyan beszélgetést összehozni, ahol hát minden a témában érintett kutató, fontosabb ismertebb kutatót elhívtunk, így Szita Szabolcsot és Karsai Lászlót, Molnár Juditot, az említett Jalsowski Katalint, vagy Toronyi Zsuzsát, a Zsidó Múzeum vezetőjét, Harsányi Lászlót, Ungvári Krisztiánt, és Varga Jajót, Varga Jánost, aki a fotós és filmes vonalon hát sokat tett le az asztalra az elmúlt, nem tudom, 30-40 évében, bár nem kifejezetten, vagy nem kizárólagosan zsidó témákkal foglalkozott. És ez a beszélgetés meglepő módon simán zajlott 2018 novemberében. Különösebb kifogások nem merültek föl, nem volt semmi acsarkodás, egymásra mutogatás, és hát bíztató volt ez a kezdés. Talán ami kritikaként elhangzott ezen a korai fázisban, hogy most mit tekintünk mi holokauszt képeknek, vagy fotóknak, és majd a honlapon is mutatni fogom, hogy mi az áldozati szempontból próbáltuk megközelíteni a kérdést, bár erre ugye több válasz lehetséges, és Karsai László emlékszem, hogy ezt keveselte, hogy az elkövetői oldalt is be kell mutatni. Nekünk ezzel az volt a problémánk, hogy akkor túlságosan szélesre tárjuk a gyűjtési kört, amit nem biztos, hogy tudunk teljesíteni. Másrészt hol a határ, tehát hogy mondjuk Endre László, Baki László, Jaros Andor rendben van, de mi van a csendőrtisztekkel, vagy a Hortival magával, és akkor milyen fotók hozzájárjunk, egy időhatárt mondjunk, hogy 38, vagy akkor az egész Horthy rendszer, tehát hogy egy kicsit vagy ugyanígy a német hadsereg fotó, német hadsereget megjelenítő képek, tehát hogy akkor egy kicsit túl tág lesz, és nem biztos, hogy minden szempontból megfelelő, de én nem vetettem el az elkövetői képeknek a bemutatását sem, csak egy később időpontra halasztottuk. És 2018 decemberében volt egy furcsa értekezlet az Orzsén, amit Toronyi Zsuzsa hívott össze, úgy emlékszem, hogy kutatóintézet felállítását célozta, egy ilyen brainstorming akart lenni, ahova minket is meghívott, és már mint egy jó példa, egy good practice-ként mutatta be a holokauszt fotót, de aztán ebből az együttműködésből olyan nagyon sok a későbbiek során nem valósult meg, kaptunk fotókat a Zsidó Múzeumtól, de még ezt lehetne egy kicsit tovább bővíteni az együttműködés körét és tartalmát. Ahogy mondtam, 2019 elején egy kicsit kifulladt a dolog. Először április céloztuk meg a német megszállás, illetve az utána következő törvénykezési dömpinget, a csillagviselési rendeletnek a dátumát, hogy akkor publikáljuk a honlapot, de nem álltunk olyan jól. És végül is júniusra hoztuk össze az első, egyébként egyben egyetlen nyilvános megmozdulásunkat, aminek itt látjuk egy képét, és van még egy, igen. Ez is hát egy megemlékezés is volt egyben, a Csillagos házas rendeletnek az évfordulóján
szerveztük, és az volt a célunk, hogy ne a hagyományos egyházi vagy mazsihisz alá tartozó infrastruktúrát használjuk, tehát nem mondjuk a Goldmár terembe, vagy mit tudom én hol, vagy az Orzsén szervezük ezt meg, hanem vigyük ki, mint ahogy a Csillagos Házak programnál is, Budapest háznál is, tehát hogy próbáljuk szélesebbre nyitni dolgot, és mivel voltak a Csillagos Házak projektnél csomó ház, amelyik megnyitotta a kapuit, abban reménykedtünk, hogy megint lesz ilyen, és mondjuk egy gangos ház udvarán rendezni, az milyen felemelő érzés, újra a terepen vagyunk. Ez egyáltalán nem jött össze 2019-ben, különböző okokból. Nem tudtuk újra megmozgatni az embereket annyira. Legtovább Upor Lászlóval haladtunk, aki ugye mindeközben a színművészeti főiskolának a rektora volt, és az ő lakhelyén, a 6. kerületben lakik, egy gangos házat majdnem sikerült megszervezni, de sajnos energia hiányában az is meghiúsult. Persze egy csomó ilyenkor technikai követelmény van, amit nem tudtunk teljesíteni. Úgyhogy végül is egy felajánlásból, mert ugye pénzünk semmi nem volt, a Nappali Kávéház nevű pubban tartottuk a megnyitót. Hát ez nem volt a legszerencsésebb, mert nagyon meleg volt, és nem fértünk be, és stb. De mégis a hangulat az jó volt, meg ugye a képek is ezt sugallják, tehát hogy nem volt érdektelen a rendezvény, de hát ebben a nyári melegben jobb lett volna kicsit szabadabban. És akkor itt levetítettük, amit letudtunk, a honlapot, a fotókat, azt majd mindjárt mutatok belőle, de aztán pályázásra voltunk elfoglalva, és mire 2020 tavaszára lett volna egy rendezvényünk, addigra meg beütött a járvány. Egyébként a rendezvény az ugye Alsóvszki Katalin és a Zsidó Múzeum együttműködéséből megvalósuló, a 2B galériában megnyitott, hát bocsánat, nem teszem a címet, hanem Csillagos Portrék, vagy valami ilyesmi címmel volt egy kiállítás, nagyszerű anyagot gyűjtöttek össze, és rendeztek be, de hát nem tudtunk már egy rendezvényt mi oda szervezni, bár már készültek a meghívók, de le kellett fújni az egészet. Jó, akkor azt hiszem, hogy ugorhatunk a... Még annyit előjáróban, mielőtt a honlapot mutatnám, hogy... Ja, nem, bocsánat, itt van a diám, igen. Ne haragudjatok. Igen, tehát amit mondtam, nagyon kevés olyan fotó maradt föl Magyarországon, ennek megvannak az okai, amik a holokausztot ábrázolják így úgy. Jalsovszki Katalin gyűjtési alapján vannak itt a számok, ezt most nem is mondom el, inkább nézzétek, vagy magukért beszélnek az adatok, meg a témakörök. Ebbe a 700 körüli számba nem vette be Katalin az Auschwitz album képeit, és ami nagyon fontos, a munkaszolgálatos fotókat, amikből a legtöbb van, az növeli végül is a fotók számát a ezres nagyságrendűre, tehát hogy több ezer munkaszolgálatos kép van. Ugye, hát ennek több oka van, hogy ilyen kevés készült, nem nagyon, vizuálisan nem nagyon volt megragadható Magyarországon egészen a német megszállásig a zsidóság, kivéve ugye az ortodox viseletet, mivel hogy asszimiláns csoportokról van szó, és a megbélyegzés, tehát amikor már kezdtek bejönni a zsidó törvények, ezek zsidó ellenes törvények 1938-tól, az sem jelentette azt automatikusan, hogy láthatóvá váltak volna jobban. Erre ügyelt is a kormányzat, különösen most ugorva egy kicsit a Kállai féle kormányzat, hogy a saját, tehát elég harsány antiszemita diskurzus folyt, a közbeszéd teljesen át volt ithatva már 20-tól, 19-től a zsidózással, ennek különböző szintjei voltak természetesen, de vizuálisan nem nagyon hagyták, hogy direkt ilyen becsmérdő karikatúrák jelenjenek meg, vagy olyan fotók, amik ezt támasztják alá. Ez kellett szóval voltak példák rá, de nagyon kevés, ehhez kellett a német megszállás és az új kormány, a Sztójai kormány, majd a Nyilas kormányzat. Ami
De ebben az időszakban sem fotózták a konkrétan deportálást, tehát amikor a gettóból mennek ki, arról nagyon kevés kép van, és a gettókon belül se készültek rendszerint fotók, legfeljebb, amikor már kiürítették őket, akkor ami maradt, mondjuk a Szegedi zsinagóga, vagy a leghíresebb a budapesti gettó, illetve egy alföldi városban is vannak olyan képek, amikor a nagyon fontos képek, de már a zsidóságot nem látjuk, inkább az utána lévő a szajrézást, vagy a felhalmozott javaknak a képei vannak itt, tehát tényleg ilyen halomban állnak padok, vagy ruhák, vagy bármi, és azt, hogy viszik el mondjuk a környékbeli parasztok. Tehát nem is készültek ilyen képek, és a németek se nagyon forszírozták már, ugye ez már nem a dicsőséges megszállás időszaka, 44, ez már kényszerből történt, és várató volt a szovjet ellentámadás, tehát itt már ilyen örömteli és sok vigyorgó képet nem találunk a német hadsereg fotói között sem. Jó, oké, tehát még nézem, hogy van egy olyan dia, amit akarok. Igen, itt van néhány típus, de ezt tulajdonképpen a mi honlapunkon is meg lehet nézni. Ugye csak tényleg említés szintjén a bal felső sarokban látunk egy Maros utcai exhumálás képet, ott készült egy sorozat. Elég közismert fotók most már. A jobb felső sarokban egy Bundesarchivtól lehívott fotót látunk, ahol a nyilas puccs utáni demonstratív meneteltetése a zsidóknak, ami egy-két napig zajlott, és a Városi Színház volt a központja, tehát a mostani második János Pál pápa téren, Tiszakálna tér volt korábban, illetve köztársaság tér, tehát hogy erről van egy híres fotósorozat, a többi képen meg a zsidó ellenes rendeleteknek a utcai megjelenéséről van egy-két fotó, ahogy olvassák, és sárga csillagok is vannak a zsidóknak bélyegzettek el, itt is ezekből van, illetve van korabeli újságfotó is, újságból kimásolt fotó, és a jobb alsó sarokban meg a Vadász utca látható a Kárlóc hagyatékból, azt hiszem ez a fotónak származik, de máshonnan is vannak másolatok. Igen, ami még fontos egy ilyen honlap esetében, Jalsovszky Katalin számos példát hoz a cikkeiben, hogy hogyan használják rosszul a fotókat, amikor hibás aláírások vannak, például az MTI-nél, azt hiszem ezt azóta javították már, de mindesetre előfordult ilyen, hogy a helyszínt és a dátumot rosszul határozták meg, pedig ezek akár, tehát ha utánajárásra azért már ezek az adatok megtalálhatók, de ugye ilyenkor mindig az van, hogy valahol leírják, azt átveszik, és ez terjed, és akkor már nem néznek utána, nem mindenkinek olyan fontos, hogy pontosan a forrást jelölje, vagy egyenesen olyan forráshelyeken vannak rosszul adatok, amik megbízható, komolynak számítanak, és mégis azok sem. Azok a, most hogy mondjam, hogy ezek akár évtizedekre visszamenő, tehát nem egyes embereket akarok itt kipécézni, vagy egyes intézményeket, csak hogy nincs egy ilyen állandó revíziója az adatoknak esetleg, és a hibás adatok terjednek. Az alsó képen például nem deportálás zajlik, hanem éppen az ellenkező, amikor kimentették Wallenbergék egy csoport zsidót, és őket terelgetik a svéd házak felé. A Józsefvárosi pályaudvarról, a József körúton készült ez a kép. És itt van egy másik, ami egy Jeszenszky Géza nem olyan régi könyvében, 2018-as kiadványban van, ahol szintén ráadásul egy magyarországi képet tettek magyar kontextusba. Hát gondosabbnak kell lenni mindenképpen. Igen, itt a vége ennek a résznek, és akkor átmennék a mi szájtunkra, hogy abból is mutassak valamit. Igen, itt van egy ilyen 5 szlájdból álló kis intro, vagy nem tudom ennek pontosan mi a neve, nyilván lehet megnézni, hogy kik vagyunk és mit akarunk, és honnan jöttünk, ezzel most átugrok, mert ezt megnézheti mindenki, és igazából egy nagyon egyszerű adatbázisról van szó, ami tényleg tehát nem csak ez a felület van, hanem van hát terében egy egyszerű adatbázis, ami a képeknek az adatait tartalmazza,
és ott tudunk javítani, és az kerül ki a honlapra. Ugye mi tettük fel a legtöbb képet a különböző megállapodásoknak köszönhetően, de bárki feltölthet képet, itt fölül látható a bejelentkezés vagy regisztráció, most mutatok valamit, itt kell megadni egy e-mail címet, egy jelszót, és akkor utána lehet feltölteni, mindenkinek már egy saját albuma, nem automatikusan jelenik meg a fénykép, hanem egy szerkesztő, vagyis én, vagy a munkatársaim hagyják jóvá, és akkor jelenik meg a kép. Hát én aztán nem, annak nincs értelme, hogy most itt minden menüpontba bemenjek, itt van a rólunk, ahol valóban az van írva, hogy mik voltak a szándékaink, a csapat, ez változott némileg, de azért állandó is egyben, és hát néhány támogató, illetve alul, amikor ezt a 2019-es rendezvényt megtartottuk júniusban, akkor volt egy kis sajtója az egésznek, ez persze elült, de reméljük, hogy majd egy ponton újra tudunk kampányolni, és sokkal jobban közismerté tenni a szájtot. Na most pár fotót akartam bemutatni. Rögtön itt az elején látunk két csillagan megjelölt gyerekeket, gyerekfotót. Ez például hány percen ment el? Bocsánat, igen, most kéne abba hagynom lassan. Akkor még egy 10 percet kérek körülbelül. Jó, még szerintem térj ki arra, hogy lehet keresni az adatbázisban, és hogy valóban milyen tartalmakat láthatunk. Tehát jó, akkor először a fotókat szeretném, és akkor utána a keresésre. Három oszlopban van rendezve az anyag, jelenleg 1087, ez az utolsó fotó, időrendben visszamenőleg megy, igen, 1087 látható, itt a referenciaszám fotó van. Tehát azért, ha visszaemlékszünk a kutató múzeológus adataira, a 700 kb. Holokausz fotó plusz mondjuk pár ezer munkaszolgálatos, akkor ehhez képest az ezres szám nem rossz, még van hova fejlődni, de azért ez már valami eredmény. És itt a kereső funkció, amit mondott most Kata, hát ebben végülis bármit beírhatunk, jelenleg úgy van beállítva, hogy a címben tudunk keresni, azt hiszem meg ezekben a tegekben, amit most egyedül a szerző van, és a megjegyzés rovatban még nem. Ennek az az oka, hogy az informatikus webfejlesztő szerint akkor túl sok mellélővés volna, hogyha itt is lehetne keresni, de most mi már érzékeljük ennek a hátrányait, mert bizonyos találatok egyszerűen nincsenek meg anélkül, hogy a megjegyzés rovatba is, vagy a leírás rovatba is kereshető legyen a fotó, úgyhogy ezen biztos változtatni fogunk. Jó, visszaugrok egy kicsit. Tehát 1087 kép van. Most ezekre a két-három csillagos gyereket ábrázoló fotóra szeretnék kitérni. Hát eleve az, hogy ezek a fotók megjelentek, ez egy újdonság, mert ez semmelyik archívumban nem volt látható, mivel magán a családi albumból származnak, és az, hogy hozzájutottunk, az megint a kooperálás eredménye, ugyanis nem minket keresett föl az úr, aki itt mondjuk egy évesen látható a babakocsiban, és úgy hívják, hogy Pártos Pál, hanem a Fortepánt. De ha nem lenne ez a személyes kapcsolatunk, akkor nem biztos, hogy megtalált volna Tamási Miklós minket, illetve hát ő föltette volna a Fortepánra, és azért nagy valószínűséggel onnan mi is megkaptuk volna, pontosabban biztos letöltöttük volna, de például a Fortepán szervezetében az a probléma, hogy nincs elég munkaerő, és például örült annak, hogy ezt a anyagot mi dolgozzuk fel, és mi adjuk át neki, mert addig is ő másra foglalkoztatott. Tehát, hogy továbbra is rendkívül fontos az, hogy szervezetek, alapítványok, magánemberek kapcsolatban legyenek, ez a közösségi ereje és előnye az együttműködésnek, hogy ilyen képeket egymásnak adogatunk, vagy felhívjuk egymás figyelmét. Na, azért, ha már itt tartunk, akkor mondanék pár szót ezekről a képekről. Ugye, hát látszik, hogy nyáron készült a rövidnadrág, meg a jó idő,
Az is látszik, hogy elegánsan felöltöztetve ez a kisfiú, aki egyébként Péter névre hallgatott, és 7 éves volt körülbelül, amikor ez a fotó készült. Azt tudjuk, hogy a Balassi és a... Személynök? Nem, az a régi neve a Balassi utcának, a Kereszt utcája. Nem jut eszembe, nagyon röstellem. Na mindegy, ahol a Radnóti Sándor is lakik, például szóval egy picike utcának a sarkán laktak már akkor is, és feltehetően azon a környéken készült, bár igazából nem azonosítottuk be, hogy ez tényleg a Dunapart közeli hely, vagy más, de gyanítom, hogy igen. Meg van ott egy nyilvános, egy ilyen vitrín, magyar közgazdasági valami, szóval ezeket még meg lehet futtatni, és hamarosan, tehát valószínűleg gyorsan kiderülne, hogy hol készültek a fotók. A másik az, ami a családról szól, hogy igazából Pál, aki szintén ugye 44-es születésű, 43-as születésű, hát nem sokat tudott a saját zsidóságáról, a családban keveset beszéltek erről, és például a bátyja, ő fiatal korában, azt hiszem 56-ban emigrált Angliába, és ezt az egész zsidó dolgot hárítottan nem volt hajlandó erről beszélni, és azt hiszem nem is nagyon, tehát a kinti, az angliai családja nem nagyon tudott erről, vagy ilyen fű alatt. Tehát, hogy ő soha nem akarta, hogy ez nyilvános legyen. Egyébként már meghalt a bátyja. Viszont a férfi, tehát az itt a ilyen csecsemőként, kisgyerekként látható Pál, hát szintén nem kérdezték ki a szüleit, és annyit tudunk, hogy az apja gyógyszerész volt, az édesanyja viszonylag korán halt meg, de mind a ketten túlélték a háborút, és az egész család túlélte a háborút, és vannak képek a patikáról is, tehát hogy a középosztályi jómódnak ez a háttere, hogy az apa egy patikával rendelkezett, aztán tulajdonos is volt, még gyógyszerész is, amit persze államosítottak a későbbiekben. És most jutott el oda, hogy valamit kezdjen ezekkel a fotókkal, és hát ez a szerencsés kifejlett, hogy hozzánk, illetve a Fortepánhoz került. Jó, most erről akkor nem mondok többet. Még egy szeretnék, be is írom. Igen, itt van egy másik fotó. Ezt az Ipolyságról, a Honti Múzeumból kaptuk, tehát ma már határon túli terület, vagyis hát 100 éve határon túli terület. Itt van egy, hát nem tudom, hogy PC-n hogy kell mondani, mindesetre alacsony termetű, tehát törpe ember, akiről mindenkinek az jutott eszébe, hogy Zoli Bohóc, Hírs Zoltán, hiszen róla ismerünk képeket, és tudjuk, hogy halt meg a zsidóüldözés deportálás következtében. Érdekes, hogy kerülhetett az Ipolysági Múzeumba, igazából nekik sincs erről információjuk, ez a kép nagy valószínűséggel Budapesten készült, de semmi továbbit nem tudunk, és hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez pont Hír Zoltán volna, de elképzelhető. Amik fotók fennmaradtak, azok korábbiak, és egy kicsit más, hát egyszerűen fiatalabbkori képet mutattak. Na, ami például probléma, hogy ilyenkor nem tudok visszaugrani, most ugye vannak itt nyilak, de ezek a közvetlen szomszédos számozású fotókhoz vezetnek, mert mindig meg kell nyomni vagy ugye a visszanyilat, vagy a holokauszt fotó logót, és akkor viszont nem odaugrik, ahol voltam, hanem az egésznek az elejére is így görgetni kell. Tehát például ez is egy hibája a honlapunknak, hogy ezen még jobb lenne, hogyha pontosan odaugrani, ahol szeretnénk. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes archívum, és sokkal több pozitívuma van, mint negatívuma. Hogyha például visszaugrunk ehhez a képhez, akkor megmutatnád a címszavak szerinti keresést? Megmutatnám. Igen, tehát amit a Kata mondott, vannak tegek, címkék, amikre egyesével rá lehet keresni, például a sárga csillagra megyünk, akkor nem ennek kéne bejönni, hanem csupa olyan fotónak, ami... Nézzünk meg egy másik fotót. Amit össze van véletlenül folyatva, én úgy látom, mondjuk a kirakat, igen, jó, akkor ezt majd...
kicsit később, inkább akkor tovább ugranék, egy másik fotót szeretnék bemutatni, amely tartunk. Beírom a számát. Igen. Én azt hiszem, ez volt az. Igen. Ugye itt egy sokkal hosszabb leírást kaptunk, mert ezt a Nemzeti Múzeum már adatolta, és a ottani munkatárs töltötte föl. Ezt csak azért hívom itt fel a figyelmet. Itt is vannak ugye tegek, de még lehetne több is, de nem gond, mert majd ez megvolt, ez bármikor pótolható, hanem például erről a képről van leírás Závadapálnak a nem olyan is olyan régi könyvében, a Hajó a ködben, tehát a körösmezei deportálás, illetve az a körüli hát mentő akció, ami nem nagyon vezetett sikerrel, de mindesetre volt valami kis szemlézés vagy helyszínelés, aminek hát ami nem tudta megakadályozni azt, hogy ezeket a embereket deportálják és végül megöljék. Van egy másik kép, 1069-es számú, ahol szokatlan beállítást láthatunk, egyébként majd gondolom Bea is beszél ilyesmikről, ha beírom a számát, akkor mert így most lassú. Ahol, igen, akkor valószínűleg rosszul írtam ki a számot, de nem baj, mert ez is fontos. Azt pedig nem említettem, hogy hátoldalakat is befotóztunk. És mégpedig azért, mert sok fotó nem feltétlen magát a direkt a zsidóüldözés mutatja, tehát ha ránézünk a képre, önmagában ez nem jut eszünkbe, viszont a hátoldalakon vannak leírások, és az beszéli el a képen szereplők történetét, sorsát. És azt gondoltuk, hogy ez megemeli a fotónak a jelentőségét, műtárgyat láthatunk ebben ilyen esetben, tehát hiába csak a digitális másolatokat tesszük közé, és így szerveződik az archívum, online archívum, de ha úgy veszük, akkor ezek a fotók fontos dokumentumok a hátoldaluk miatt. Például itt most felolvasom, Arthur így nézett ki, amikor a deportálásból hazajött. 92 kg-mal ment el, és 46-ig fogyott le. Amerikaiak csinálták róla ezt a képet. Tehát igen, ez az a fotó. Itt mondjuk rabruhában van, de vannak olyan alkalmak, számos olyan fotó van, ahol még ilyen jel sincs, hogy mondjuk egy rabruhában készült volna. Ugye ez még a Dachaui koncentrációs táborban készült, de sok fotónál nincs ez, hanem inkább arról szól, hogy mi lett a sorsuk a képen látható, és a háború előtt készült fotókon szereplőknek. Jó, még egy fontost szeretnék mutatni, ez pedig Pető György egykori munkaszolgálatos albuma. Pontosabban ez nem egy album, hanem egy film, egy amatőr film, amiből Forgács Péter készített több profi filmet, ilyen dokumentarista filmet, és ez is egy forrásunk volt, hogy az eredet, meg volt szerencsére az eredeti filmszalag, egy nagyon vékony, nagyon picike, 4 mm-es szalag, és onnan fotóztunk ki egyesével képeket. Itt látható Pető György maga, mert ez a kocka is szerepel az egyik filmjén. Pető György 8 mm-es filmfelszerelése filmet vág. Itt is vannak tegek, na most hát a nagyobb szerencsége, cigaretta például. Igen, na most a cigaretta címszóra vagy tegre kattintottam, és csupa olyan fotó ugrik fel, ahol valamilyen formában a ciginek jelentősége van, pontosabban látható. Ez egész sok, zöme az munkaszolgálatos kép, ott még tudtak cigizni, és hát ilyenkor egy kicsit ilyen vidámabb, derűsebb hangulatú mutató képek vannak, de nem csak, nem kizárólag olyan képek vannak. Én most ezt nem folytatom, de mindenki ezekre biztatom, ahogy a Kata is mondta, hogy használja ki, hogy ilyen keresési lehetőségek vannak. Mondjuk rá kontaktok a kamerára, ebből most itt csak kettő van, és ez mind a kettő Pető György. Tehát ez óriási szerencse, hogy szintén személyes kapcsolatok révén tudtunk erről a filmről, erről az anyagról, és meg is kaptuk,
és szabadon felhasználható Pető György lánya, Pető Katalin révén, aki egyébként nem is arrég szerepelt az Ózsa szervezésében egy konferencián. Jó, és akkor most már túlhaladtam az időt, ezért egy utolsó képet mutatok csak be. Remélem összejön. Mert amint látjátok, amikor egy számot írok be, valamiért több kép ugrik ki. Igen, itt a bal oldalon látható ez a fotó. Egyébként amikor így rávények a kurzorral, akkor így besötétíti, elsárgítja. Itt pedig azt emelném ki, hogy ez a HDKE, tehát a Holokauszt Emlékközpont archív anyagából származik. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy a képeket itt ezen a honlapon közé tehetjük. Tehát ott származtak az adatok is, a metaadatok, vagyis a megjegyzés rovatot úgy az alapján töltöttük ki, viszont nem olyan rég, februárban jelentkezett Lózsi Tamás, aki az ortodox hitközség levéltárát kezeli, vagy vezeti, hogy neki erről van egy kis saját információja, mert az egyik képen szereplő úriembernek a leszármazottjával interjúzott, kapcsolatban állnak, és megírta, hogy felcseréltük a személyeket, vagyis rosszul vannak megadott adatok, és nem is timmelt egészen minden, és azóta persze kijavítottuk, és most ez a helyes, tehát az az érdekes ebben a képben, hogy mind a két ember egy derűs pillanatban van lefotózva, ugye asszociálunk, hogy belelátunk valamit, akkor örülnek az életnek, hogy túlélték a háborút, valószínűleg 46-ban készült, de nem ott, ahogy mi eredetileg gondoltuk Salgótarjánban, hanem Bécsben, és mind a kettőjüknek az egyik lábát amputálni kellett, és művék tagjaik vannak, ami persze itt nem annyira látható a hosszú nadrágban. Jó, még csomó képnek, csomó érdekességére lehetne felhívni a figyelmet, de hát ezért van a honlap, hogy ezt lehet böngészni és keresni. A keresőszavakkal is még valamit tenni, és fejleszteni fogjuk, hogy ez minél flottabbul menjen. Ezúton szeretném megköszönni az összes archívumnak, akivel kapcsolatban állunk, hogy feltettük a képeiket, a Tudásmenedzsmentért Alapítványnak, hogy ezt a websájtot megcsinálta, tehát a szerkesztést és a informatikai műveleteket és szakértelmet, hogy az adatbázis és ez a dizájn létrejött, és hát reméljük, hogy eljön az a pillanat, amikor egy kampány keretében sokkal közismertebbé tudjuk tenni, és egyre több fotót küldenek majd magánszemélyek, illetve intézmények a szájtunkra. Tervben van még egyéb mindenféle kiegészítés, tehát szöveges tartalmak, esetleg blog, hosszabb képleírások, elemzések, vagy egyéb appok, tehát amilyen földrajzi meghatározásokat tesz lehetővé, vagy ugyanazoknak a helyszíneknek a mai fotóit tudnánk megmutatni, de hát ezek még csak tervben vannak, reméljük, hogy egyre többet meg tudunk valósítani belőle, és akkor köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, András, nagyon érdekes előadás volt, a holokauszt fotó kialakulásáról, szervezeti hátteréről és magáról az oldalról. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon komplex vállalkozás, és nagyon kiterjedt tudásra van szükség ahhoz, hogy ezt működtetni lehessen. Látok egy hozzászólást, nem ismerem Hochwald regisztrált néven, hogy nem sikerült neki a képfeltöltés, és hát regisztrálni kell, vagy bejelentkezni e-mail címmel, és akkor ott azon a felületen lehet fotót feltölteni, de mint mondtam, valamelyikünk, én vagy munkatársaim előzetesen jóvá hagyják a fotót, ennek csak annyi a funkciója, hogy tematikailag illeszkedjen, illetve lehetőleg jó stilisztika legyen, vagy ne legyenek nyelvtani hibák, tehát ilyen kisebb korrekciók lehetségesek. Esetleg, ha már szerepel az a fotó, akkor nem biztos, hogy kell még egy példányban, de tulajdonképpen nem nagyon emlékszem arra, hogy elutasítottunk volna, vagy valakit gátoltunk volna, hogy megjelentse a fotóját. Ha mondjuk egy kiadványból szerepelt, és volt jobb minőségi nála, akkor is szóltunk, hogy már ez megvan, vagy máshogy, de szóval, hogy itt
egy jóváhagyást igényel a részünkről, és már akkor látszik időrendi sorrendben. És ha valakinek esetleg problémája adódik a feltöltéssel, akkor van egy olyan e-mail cím, ahol titeket megtalálhat? Segítséget kér? Hát elvileg van, igen, igen, van. A holokauszfotó@gmail.com, illetve szóval a honlapon fönn van a rólunk rovatban szerintem a... Most megnyitom, nem a cím. Nincs más kérdés. Kapcsolat, egy ilyen kapcsolatmenü, és ott van, vagy mindegy, tehát ez is jó, ez az élő, a fotókukat, holokausztfotó.hu. Köszönjük, Hochwald felhasználó. Felhasználó, bocsánat. Kérek, András, majd ezeket a chatbe írd be, légy szíves, jó? És akkor igen. Én majd fölteszem a videó alá, hogyha felrakjuk a YouTube-ra. Hochwald e-mail, köszönjük, nagyon köszönjük az érdeklődést, és tényleg ott van egy e-mail cím a kapcsolatban, hogyha valami probléma van, akkor segítünk. Igen, köszönöm, és Hochwald Tímea még hozzászólt, hogy magánfotó lett volna. Szerintem András magánfotókat is gyűjt a honlap, vagy magánfotók is megjelennek a... Hát hogyne, azért is mutattam igen. Ezt a idei szerzeményünket, a pártos pár a gyerekek, tehát azért abszolút magánfotó nincsen archívumban, vagy bármilyen igen, intézménynél. Igen, és végül is nagyon sokszor hangsúlyoztad a közösség erejét, a közösségnek a fontosságát, úgyhogy talán egy felhívást is indíthatunk, hogy mindenki, akinek van ilyen fotója, az próbálja meg feltölteni a honlapra. Hát igen, persze, csak ugye mindig ezeket fel kell építeni, ezeket a dolgokat. 2019. júniusban azért volt egy kis mozgás, és akkor például Magyar Bálint maga is a neves politikus és a SZDSZ alapító töltött föl fotót édesanyjáról, Siklós Olgáról. Ha nincs most jelenleg több hozzászól, azt is most persze kiléptem, és nem baj, szerintem ugorjunk, mert nagyon elment az idő. Jó, jó. Csak egy azaz egy szokványos beállítás volt, tehát hogy az is nagyon érdekes kép. Igen. Köszönöm szépen. És következő előadónk Basics Beatrix, művészettörténész, aki a képekről fog bővebben beszélni. És nagyon várjuk. Köszönöm szépen. Eleve nagyon köszönöm a felkérést. Eleve nagyon köszönöm a felkérést, meg abszolút megtiszteltetés, meg örülök az egész projektnek. Szeretnék beszélni, hanem egészében az egész vállalkozásról, mert művészettörténészként is nagyon-nagyon hosszú ideig múzeumban dolgozó művészettörténészként, ugye van egy fontos szempont ezzel a honlappal kapcsolatban. Egyfelől, hogy ez mi teljesen nyilvánvaló volt, hogy vannak a magánfeltöltések, a magántulajdonban lévő anyagok, és vannak a nem ilyenek. Most ami nem ilyen, az is eleve sokféle lehet, vagy többféle lehet, és hogyha valaki a honlapot végignézi, például én beírtam a keresőbe a múzeum szót, akkor kiadja, hogy milyen múzeumokból származnak anyagok. És hát elsősorban, hogy András is említette, a HDKE, a Holocaust Emlékközpont, illetve a Nemzeti Múzeum, azok az intézmények, amelyekből került föl anyag, fotóanyag, és ezt egészen nyilvánvalóan lehetne bővíteni, és itt szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy szeretnék egyébként hasonló példákat említeni, mert ilyen jellegű honlapokból nem túl sok van. Tehát ez egy mindenképpen úttörő vállalkozás, egy ilyen honlap létrehozatala, bár hát Magyarországon mindenképpen, de külföldön sem túl sok van, és inkább egyetemi keretek között, mint a University of South Carolina, vagy civil szervezetek munkájának az eredményeképpen jöttek létre ilyen honlapok, elsősorban oktatási és ismeretterjesztési céllal. Nagyon fontos az is, szerintem, hogy föl lehet tölteni, mert ez egy olyan lehetőség a
honlap anyagának bővítésére, ami a, pontosan ezt a személyes dolgot adja hozzá. Ugye András mutatott képeket, azért is nem akarom ezt tovább vinni, ezeket a képeket, mert nagyon érdekes példákat választok ki, és rögtön a, amit ő intrónak nevezett, és tulajdonképpen nem is nagyon tud másképp nevezni, tehát ez a bemutató rész, ott rögtön láthatja, aki megnézi a honlapot, hogy vannak nagyon ismert, mondhatnám azt, hogy ikonikus fotók, de vannak nagyon ismeretlenek. És bevallom őszintén, hogy én az ismeretleneknek örülök. Tehát ezeknek a különlegeseknek, amelyekről beszélt András, hogy a hátoldaluk külön értéket képvisel a szövegekkel. Nekem, amikor először megnéztem a honlapot, ez a törzsartú féle fotó, ez ilyen sokszerű volt. Egy nagyon, nagyon bonzó külsejű férfi, aki a hátoldalon olvashatjuk, hogy mennyit fogyott, meg hogy kik fotózták le. És akkor a további története az, hogy amikor hazatért, és megtudta, hogy a 12 éves kisfia meghalt a háború alatt, akkor agyvérzést kapott, és ő is meghalt. Szóval ezek tragikus történetek két mondatban. És pontosan ez a lényeg, hogy ilyen jelentőségű fotók is megjelennek, hogy ezeknek a értékelése vagy feldolgozása milyen, ugye szó esett Jarzsófki Katinak a táblázatáról, vagy nem is tudom, összefoglalójáról. Én azért azt gondolom, hogy annál több van, de még elképesztő mennyiségű kutatás vár ránk, illetve a honlap működtetőire és szervezőire, hogy ezeket bővítsük. És nagyon fontos, megint csak mint múzeumi szakember hívnám fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy rengeteg olyan múzeumi anyag van, amit még nem tettek soha közzé ebben a tárgyban. Például említette András, hogy a gettókon belül nem nagyon készültek fotók. Most ehhez képest például ott van az Alaegerszegi Göcsei Múzeum gyűjteményében lévő fotó együttes, ami persze nem eredeti fotó, hanem reprodukció, egykorú nyilaslapból kifotózott fotók, kireprózott fotók, amelyek a gettó életét mutatják be, az alaegerszegi gettó életét mutatják be, ráadásul abszolút propagandisztikus célra, hogy kvázi azt érzékeltetve a közönség és a kutatók számára, hogy hát itt milyen szép világ volt. Tehát ilyen barátságos, pozitív hangulatú képek, teljesen nyilvánvalóan mesterkért képek, tehát nem az igazságot tükröző képek, és ezek sem voltak közzétéve. De ez csak egy kis anyag együttes, de nagyon sok ilyen van, és ezekkel abszolút bővíthető lenne a honlap, és hogy ilyenkor rögtön ki is derül, hogy mi az értelme egy ilyen tematikus honlapnak. Az az értelme, hogy egy múzeumi gyűjtemény az, ha úgy tetszik, esetleges. Van, amikor tervezik a gyűjtést, de azért többnyire a gyűjtés viszonylag kevéssé tervezhető, hanem esetleges. És az így bekerülő anyag is esetleges, viszont egy tematikus honlap ezekből az esetleges anyagokból tematikusan tud válogatni, és össze tud rakni olyan együttest, ami nem érhető el semmilyen más formában, sehova máshol. Tehát például egy-egy ilyen anyaggal bővítve a honlapot, mint ez a múzeumi anyag, meg még több más múzeumi anyag, esetleg egy olyan komplex, még komplexebb képet kaphat az, aki felkeresi a honlapot, bármilyen kutatási céllal, mert természetes, hogy egy ilyen tematikus honlapot kutatásra is lehet használni. Lehet használni több szinten, érdekességként, családtörténeti kutatás céljából, identitás szempontú kutatás céljából. Ugye említette András, hogy voltak olyanok, akik akár el is hagyták az országot, de ha itt is maradtak, nem volt számukra nagyon sokáig, felnőtt korukig, vagy még későbbig nyilvánvaló a zsidó származásuk, vagy adott esetben a felmenőiknek a története. Tehát ilyen szempontból is rengeteget adhat egy ilyen honlap.
adott esetben egy ilyen revelációszerű szembesülést azzal, hogy egy-egy embernek személy szerint mit jelent a múltja. Tehát ez is semmiképpen nem elhanyagolható szempont. És akkor itt lép be az, hogy ez a két összetevő, a két nagy összetevő, a gyűjteményi összetevő, amit hát kutatás eredményeként lehet összevarázsolni a szószoros értelmében, mert nagyon nehéz, ugye sajnos a magyar múzeumi terület digitalizációja, hát finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy sok kívánnivalót hagy még maga után, tehát igen, töredékesen valósult még csak meg. Tehát ez azt jelenti, és akkor még nem említettem, hogy a levéltári területet. Tehát mondjuk inkább úgy összefoglalni, hogy a közgyűjteményi terület. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyan jelentek meg publikációk, a levéltárak e tekintetben jó helyen állnak, és példamutatóak, tematikus publikációk dolgozások, de hát ezek olyanok általában, amelyeket viszonylag kevesen olvasnak. És a múzeum vagy levéltár, tehát a közgyűjtemény honlapján ilyen tematikus adatbázis nem érhető el. Keresni természetesen lehet, de nagyon nehéz. És nehéz is megtalálni, nem is mindig van kép, nem is mindig pontosak az adatok. Tehát egyfelől ott vannak a közgyűjteményi anyagok, amelyekben még időtlen időkig lehet megmutatni és gyűjteni. Másfelől pedig ott vannak a magán vagy civil kezdeményezésből, vagy alapítványi kezdeményezésből összegyűjtött anyagok, amelyek hát vagy eljutnak a honlapra, vagy nem jutnak el. A Fortepan az egy nagyon szerencsés eset, és nagyon hasznos együttműködés, hogy a Fortepan anyagai adott esetben még előbb is eljutnak erre a honlapra. De a Fortepan különleges a magyarországi területen, és maximálisan egyetértek azzal a célkitűzésével, hogy minden elérhető, felhasználható és letölthető legyen. Ilyen szempontból megint csak különösen nehézség a múzeumi és levéltári anyag, amivel van alkalmunk szembesülni, hogy az első probléma az elérés, a második probléma a használat, és a harmadik probléma a közzététel. És akkor ezeket mind le kell küzdeni ahhoz, hogy ez a honlap működhessen és gyarapodhasson. És ehhez a gyarapodáshoz pont ez a tematikus mi volt a elsőrendűen fontos. Azért, mert ahogy mondtam, ezek ilyen formában, ez az anyag ilyen formában máshol nem érhető el. De hogy ez mikor, vagy milyen tempóban, vagy mennyi munka eredményeképpen gyarapodhat ez az anyag a honlapon, tehát a közgyűjteményi anyag, az most még nagyon, nagyon hát kérdéses. Ami a magánanyagot illeti, ott pedig nagyon fontos, amit András is említett, a marketing szerepe, a felhívások, a minél több webes, meg sajtó megjelenés, hogy tudjanak róla. Én amikor csináltam még hála a Harsányi László támogatásának a vándorkiállítás sorozatot, hát most már jócskán több mint egy évtizede a vidéki múzeumokban, akkor szembesültünk azzal, hogy én nagyon akartam lehetővé tenni, hogy a megfelelő témában, amiről a vándorkiállítás szólt, a honlap látogatói föltölthessenek anyagokat. Én kezdtem példát mutatva, nem is született több feltöltés. Tehát, hogyha nincs elég a köztudatban ez a lehetőség, akkor nem is történik meg. Tehát nagyon erőteljes marketing és PR tevékenység kell ahhoz, hogy ez meglóduljon, gyarapodjon ez a föltöltési irány a honlapnál, ami nagyon-nagyon fontos lenne, mert láthatjuk a honlap mostani anyagából is, hogy abszolút különlegességek
abszolút értékes és unikális dolgok jelennek meg a honlapon, és sokkal izgalmasabbá teszik a honlapot, mint például akár egy nagy nyugati gyűjteménynek a honlapjának, akár egy múzeumnak a tematikus válogatása, ahol például holokauszt fotók előri címszó alatt el lehet érni egy-egy ilyen anyagegyüttest, vagy akár egy-egy ilyen tanítási, oktatási célra egyetemi keretek között megjelent fotóválogatás. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor, amit szintén András említett, nagyon fontos dolog az adományulás. Az, hogy megkeressék a honlap működtetőit, adott esetben olyanok, akik nem is szisztematikus gyűjtés eredményeképpen, egész egyszerűen egy családi hagyaték, örökség földolgozása kapcsán találnak ilyen fotóegyütteseket. Akár éppen meglepődve és néha sokkolva szembesülve, én magam is jártam így, a felmenőinek a múltjának az anyagával. És akkor ott van a lehetőség megkeresni a honlap működtetőit, föltölteni ezeket, ami mindenkinek jó. Jó annak, aki közzé teszi, legalábbis én úgy gondolom, mert így van értelme, hogy tanulsága, hatása legyen az anyagnak, jó a honlapnak természetesen, és jó az egész kutatási területnek, mert nyilvánvaló, hogy az anyag ilyenfajta gyarapodásával, tehát a magán kerületről érkező kollekcióknak a föltöltésével a kutatási területnek a lehetőségei is bővülnek, sokkal több, sokkal izgalmasabb, szempontú kutatások válnak lehetségessé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a honlap, a holokauszt fotó, egy mondhatnám vízvást azt, hogy unikális vállalkozás, de nyilvánvalóan már itt az első éveknek a tapasztalata kapcsán szembesülni lehetett a problémákkal, a nehézségekkel, amelyeknek hát nem is olyan egyszerű a leküzdése, és én azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne a két területen való folytatása a munkának, tehát a közgyűjteményi és a magánosok anyagának a terén, és valahogy érzékeltetni azt a közgyűjteményekkel. Én tudom, hogy az a szemlélet, hogy pénzt szerezni a múzeumoknak és levéltáraknak a jelenlegi helyzetben, meg hatszor is meggondolni, hogy mit tesznek elérhetővé meg közé, de nem ez a jövő. A jövő az, hogy minden közé legyen téve, és egyáltalán nem csökkenti adott esetben egy-egy múzeumi vagy levéltári honlap eredményességét, sikerét, ismertségét, hogyha egy tematikus válogatást, egy ilyen tematikus válogatást a honlap biztosít egy ilyen másfajta honlap számára, mint a holokauszt fotó. Hogy ezek az anyagok aztán, amelyek már fönn vannak, és amelyekkel remélhetőleg egyre inkább gyarapszik a holokauszt fotó honlap, hogy ezeknek a felhasználása hogyan történik meg, én azt gondolom, hogy ezt is közzé kellene tenni a honlapon. Tehát ha adott esetben egy-egy kutatási feldolgozás, egy kutatás, vagy egy konkrét publikáció a honlap segítségével, vagy a honlap anyagára támaszkodva jelenik meg, ezt milyen jól lenne elérhetővé tenni a honlapról. Tudnék, ez a konkrét eredményességét mutatná a honlapnak. De ez nem feltétlenül csak egy szakmai, tudományos publikáció kell, hogy legyen, hanem bármilyen, akár egy másik webes megjelenés, egy mozgóképes megjelenés, vagy csak éppen egy kisebb ismeretterjesztő anyag. Ezek mind-mind azt igazolnák, és talán tovább erősítenék az adományozási kedvet, hogy ennek konkrét haszna van ennek a honlapnak, illetve az anyagának, hogy ezt igenis használják, és egészen különleges olyan plusz ismeretanyaggal gazdagítja a témáról való
képünket, elképzelésünket, tudásunkat, ami eddig nem volt feltárva. Azt gondolom, hogy ez volt az, amit a legfontosabbnak tartottam elmondani. Ha még bármilyen kérdés fölmerül, akkor itt vagyok. Köszönjük szépen. Levente, ahogy látom, be is állította a kérdezési lehetőséget, úgyhogy bárki hozzá tud szólni az előadáshoz. Hogyha nincs kérdés, akkor nekem lenne egy kis kiegészítésem. Bea előadása miatt előkerestem ezt a könyvet. Ez Kis Antal Tamás könyve, és egy kicsit közelebb mutatom. Itt egy szappantemetést láthatunk. Én mielőtt nem olvastam ezt a könyvet, nem tudtam, hogy mi az a szappantemetés, de innen értesültem arról, hogy a vészkorszak után volt egy bizonyos reef szappan, ez egy mozaik szó, amit eltemettek, mert úgy gondolták, hogy ezek a hozzátartozóiknak a maradványai. Mert ugye elterjedt a pletyka, hogy szappant főznek a zsidókból. És több ilyen szappantemetés is történt, sírhelyeket is állítottak ezeknek a szappanoknak, és ez a fénykép, amit a könyvön láthatunk, ez a USHMM-ből származik, és egy családi archívumból került elő magával a történettel együtt. Tehát ez a családnak a kommunikatív emlékezetében élt tovább, hogy mi is ez a szappantemetés. És így válhatott igazából a gyűjteménybe kerülésével a kollektív emlékezetünk részévé. És ez nagyon fontos, és szerintem ezért is nagyon fontos ez a honlap, hogy létrehozhassunk egy olyan felületet, ami által emlékezhetünk, tanulhatunk, és okulhatunk is. Köszönöm a biztató szavakat, meg a megjegyzéseket. Mindegyikkel egyetértek, még számos teendő van ahhoz, hogy elérjük azt, hogy ez egy ismert honlap legyen, és hogy valóban hasznosuljon ez a sok tartalom, amit össze gerebézünk, vagy elkérünk, és több módszerrel kell nekivágni, hogy Bea is mondta, nem spórolható meg, hogy egyesével keressünk meg intézményeket, és unszoljuk, de biztos, hogy segít az is, hogyha felhívásokat intézünk, és hát ezek a körök, ezek a hálózatok összeérnek, és egyre többen tudnak róla, akkor valószínűleg még bőven vannak olyan fotók, amik csak családi albumokban vannak, vagy otthon valami fiók alján, és hogy már egy kis esély, hogy kikerüljön onnan, vagy legalább, vagy mások megismerje. Igen, akkor persze a funkciója is kicsit átalakul, de talán nem sérül, tehát hogy inkább kiegészül. Jó esetben így lehet interpretálni azt, hogy egy fotó, aminek megvan a helye, egy albumban, az közismerté válik, azt esetleg használják, mert valamilyen revelatív erővel rendelkezik, vagy jól illusztrál valamilyen dolgot, hogy akkor az már nem csak egy szűk családé, hanem elkezd keringeni, de én azt gondolom, hogy attól még az a fotó marad a család személyes tulajdona is. Tehát nem csak jogi értelemben, vagy tárgy a tárgyra gondolva, hanem az eredeti funkcióját is betölti, annak ellenére, hogy mások is megismerik. Igen, köszönjük szépen. Hogyha nincsen kérdés, vagy András nem szeretnél esetleg kiegészítést tenni még, mert az előző periódusban, amikor megszólaltál, leállítottalak. Talán most már nem. Amit érdekesnek találtam, azt, amit a Bea mondott, hogy ha jól értettem, csak akkor visszakérdezek, ha már ilyen családias körbe vagyunk, hogy,
hogy az a Göcsei Múzeumban felelhető fotó, az egy helyi lapban jelent meg? Igen. Nem a Magyar Futár is, nem a... Nem, igen. Harc című nyilaslapokban, hanem még igen. Tavaszon, nyilván a deportálás, igen. Pontosabban a gettó felállítás után, igen. Tehát ilyen május-június táján mondjuk. Igen, ezek kuriózumok tényleg meg kell szerezni. Igen. Jó, hát azt hiszem képekről még beszélhetnénk, de majd egy másik alkalommal talán, akkor ismert és ismeretlen fotóknak az összevetését máskor ejtsük meg. Nagyon köszönöm a lehetőséget még egyszer. Áruljunk el azért még egy titkot, hogy több emberrel, de mi hárman is dolgozunk egy közös projektben, és mi is lenne ez? Igen, azért halad egy picit lassabban a tervezetnél a holokauszt fotó fejlesztése, bár, mint mondom, idén is szereztünk képeket, mert közben egy nagyobb fába vágtuk a fejszénket, ami a 20. századi zsidóságot mutatná be egy olyan hola fejlesztésébe, ami nem csak a háborús vagy a háború előtti üldöztetés képeit mutatná be, hanem a zsidóságot, magyarországi zsidókat, vagy zsidó származásúakat, ugye egy számos számos probléma merül föl, nehezebb kérdések, de mindesetre egy sokkal tágabb kitekintést szeretnénk nyújtani a magyarországi zsidóságnak a sokszínűségéről, és hát ezen dolgozunk, ennek a archívumnak, szintén online felületnek a neve a jphotoarchive.hu lesz, tehát én angolos elnevezés mellett döntöttünk végül is. A J betű, tehát az angolban J, az vonatkozik a Jewish-ra, a zsidóra. Ezt nem fogjuk lefordítani végül is magyarra, és hát ennek a kialakításán dolgozunk gőzerővel, ott is most már több ezer képet sikerült innen-onnan szerezni, de még számos feladat vár ránk, és hát talán nyáron meg lesz ez az album olyan, ez a honlap olyan szinten, hogy publikussá tegyük. Tehát egy testvér honlapot építünk, ami egy tágabb feldolgozása a magyarországi zsidóságnak. De össze már biztos, hogy publikálni fogjuk. Igen, nagyon köszönöm. Ott többféle tartalom elérhető lesz, különböző ismeretterjesztő írások a magyar zsidósággal kapcsolatban, valamint a képek különböző témakörben lesznek kereshetőek, és ott is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magánemberektől is kapjunk fényképeket. Igen. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm. Sziasztok, köszönöm szépen az előadóknak, és mindenkinek, aki ma velünk volt. Jövő héten a Yad Vashem Magyarországgal kapcsolatos gyűjteménye fog bemutatkozni. Köszönjük! Köszönjük!